Mivel teljes létszámban megjelentünk, szeretettel köszöntöm a ügyeleti vagyonnyilatkozat nyilvántartós ellenőrző bizottság, röviden nevén a hosszú nevű bizottság és a pénzügyi bizottság tagjait. Megállapítom, hogy ki a bizottság határozatképes. Szeretném feltenni a kérdést, hogy a készhez kapott meghívó alapján a napirendi pontokkal kiért egyet, aki egyetért, hogy ezt tárgyaljuk meg a bizottság üléseken, az kézfenntartással jelezze. Egy hangú, köszönöm szépen! Első napirendi pont, előterjesztés, Népelegváros önkormányzat képviselőtestület közületének szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról. Előttünk fekszik a szabályzat, internetice piros és kék színekkel, be is pompázott, kinek van hozzá tűzni valóra. A piros színek azok azt jelentik, hogy kapunk a kormányhivataltól egy ajánlást, egy nagyon-nagyon erős ajánlás, és a pirosnak a kötelező jelleggel benne kell lenni. Az meg is van jelölve, a kék nem van megjelölve. Tudod az újdonságot? Igen. Hát dolgozás. Akkor régiből az van, ami a régiből jó, kis voltak, azokat nem fejlettük el. Azok, amik változások szükségesek, azokat benne a kötelezőbe. Van még rajta, nem teljes, nem kerül 100%-ban ki az ennek teljes egészében. Én apró jelzéseket én már jeleznék, és ha valami rajta, akkor kérem, hogy segítsen lenni, jelezzük. Én inkább származásbeli dolgok volt, tehát én láttam a második oldalon, a kettes bekezdésnél, hogy az önkormányzati játékainak kimaradt az egyes, én kiadottam az egyes bekezdésére, hogyha valami változik, akkor kerüljön oda. Akkor ugyanez a negyedik oldalon a 16-os bekezdésnél szintén raknák egy, a 16-os parametrusnál szintén raknák egy egyes bekezdést, de nem csak számozási részhez, tehát nem érint mást. Aztán a 6. oldal 9-es előterjesztések, ott elcsúszott a paragrafus el, az előterjesztések után kerül a 19-es paragrafus, és kezdődik az egyes bekezdés, az előterjesztés rövid, lényegetörő, hosszú-hosszú, A. Előterjesztés első része, B. Második rész, mindenki látja? C. Előterjesztés az ellékelni kell, ott ugye majd keresítve, hogyan kell, és a D. A polgármester engedélyezi, és akkor ami nekünk itt egyesen van felmutatva a lappáján, az lenne a kettes bekezdés, és onnan átszámolva az egész teljesen jóként, mert ott a számozás csúszott el, ez a 6.-7. oldalról van szó, tehát a számozott 6.-7. oldalról van szó. És akkor így már jó lesz a nálatok negyedik paragrafusnál, hogy kizárólag írásban benyújtatok be a negyedik bekezdésben felsorolt előterjesztések. Ugye az átszámozás után 5. lesz, és a negyedik lesz a rendeletmódosítás, pénzügyi tárgyú előterjesztés és a személyi döntés.
azok 15 írásban kerülhetnek majd be a testület elé. Ez a 19. paragrafus, ugye a 7. oldal, a 19. paragrafus, ugye a régi számozás szerinti 3. és 4. bekezdését érinti a dolog. Aztán van a 25. paragrafus, ez a 9. oldal, itt a testületi jegyzőkönyv tekintetében. Ott én egy harmadik bekezdéssel javaslom kiegészíteni, amely aként szólna, hogy a jegyző köteles a jegyzőkönyvet az elkészülést követő 5 napon belül Nyíregyháza honlapjára közzétenni. Tehát a 25. paragrafus egy kettő és egy harmadikkal kiegészíteném én, hogyha azt a testet elfogadja, hogy a jegyző köteles az elkészítést követő 5 napon belül Nyíregyháza honlapjára közzétenni. Ez a gyakorlat most is él. Csak rögzítve legyen az SMS-ünkben. Aztán van a 10. oldal, 28-as paragrafus második bekezdés, amely így szól, a polgármester tagja a képviselőtestületnek, annak határozatképessége, döntésvel a működése szempontjából települési képviselőnek tekint, nem hető, hanem tekintendő. Ott egy ilyen szó a vége. Bal felső sarok, van egy, a 2. paragrafus utolsó egy sor, egy szó az sor végén. Vagy a szó sor elején, bocsánat. Aztán a 11. oldal harmadik bekezdése, itt a polgármester hivatalra összefüggő főpolgármester jogosítványok címet viseli. Ez a 11. oldalnak a közepén van. És ott van az utolsó francia bekezdés, hogy gyakorolja az egyéb munkáltató jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzat intézményvezetők tekintetében. Ez ugye az jegyző tekintetében nem egy évet, hanem a teljes munkáltató jogot gyakorolja, az MÖTV-vel szabályozva van. Tehát én nem a testületre bízom, hogy vagy vegyük ki az egészet, hiszen az intézményvezető fölött élből gyakorolja, a jegyző fölött törvény szerint gyakorolja. Én nem tudom, hogy kell-e ügyvédőt kérdezni, hogy kell-e ez bele, szükségesnek tartja, vagy nem ezt a francia bekezdést, vagy csak akként, hogy gyakorolja a munkáltató jogot a jegyző és az intézményvezetők tekintetében. Szerintem ez a második, az alpolgármester ugye nem állunk oda szemben. Igen. Viszonyban. Tehát a második gyakorolja a munkáltatói jogokat, a jegyző és a önkormányzati intézményvezető tekintetében. Ott pedig az egyéb munkáltatói jog van. Igen. Tehát az intézményvezetőnél egyéb, de az testület gyakorolja. Igen. A jegyzőnél meg a főző, az említőnél szabályozva. Alpolgármester meg nem kell, nem áll továbbulási jogot, szóval nem kell. Bármilyen jó. Aztán a 31-es szám, ez a lapa, ugyanazon oldal lapalja, ott lemaradt a paragrafus jel. Ez a 12. oldal, 33. paragrafus, ugye itt van egy utolsó része, hogy az összeférhetetlenségre és méltatlanságra összefüggő, ugye ott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, tehát nem a helyi önkormányzatokról szóló, hanem Magyarország helyi, az a pontos neve a 11. évi 189-esnek. Én javasolnám a 34-es paragrafust kivenni, tehát a teljes negyedik fejezet, ami a képviselőre vonatkozó magatartási szabályokról szól, és annak következményeiről én azt gondolom, hogy ez ránk nem igazán érvényes. És aztán a többi részt azt értelemszerűen majd nekünk itt a záró rendelkezésnek kihirdetés, hogy mikor lép hatályba a rendelet. Ezek csak ilyen technikai részek, mint mi részünk, amikor vagyunk. Ezek voltak az én javaslataim, és ha valamit valakinek akkor. Köszönjük szépen, akkor visszavallgattam az ott, akkor vissza is kérdeznék, hogy mondod, hogy ezt a 31-es paragrafus pedig kiért, akkor valamilyen magasabb jogszabály szabályozza? Az MÜT-ben azt hiszem szabályozza. Nem csak szabályozza. Igen. Akkor ne szabályozzuk, de egyébként nem baj, hanem van valami ilyesmire írva. Igazolatlan távol, és a többi, mert rendesnek tűnik ez a testület, de hát nem volt visszahangos. Az úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy a képviselő testület pecsétjét látta-e már valaki? Szóval azt mikor, hová ügyük, ki írja az, mert a polgármesteret látom, csak a jegyzőkönyvek. Bizottságot látom, csak a jegyzőkönyveken van. Jegyzőkönyvek az a kivonatokon. Tehát ami a testületi jegyzőkönyvből kerül ki anyag, az azonban rajta. Ez máshová nincs használva, csak az arra, ami a jegyzőkönyv. Csak az a státusz.
ez a pecsét, amit az első évben adottam, hogy a címet az, hogy pecsét. Ez nem csak azt mondom, hogy a kérdezett pecsét, hanem van egy ilyen Az a címe csak, értelek a specsétje, és az a igaz, 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 annak az a lényeg, hogy a meghívó, a mondatok
közzétenszik, hogy javaslom a meghívón kívül az előterjesztéseket is közzétenni. A negyedik oldalon, 12 paragrafus 5. megkezdését javaslom egy következő ponttal kiegészíteni, hogy legyen az ülésre állandó meghívott, hogy meghív a népvel szóval napravitáját, hogy bebatulja. Gyakorlatilag kutatja, csak esetben kérdések feltételére kerül sor, és legjobban, valamikor legjobban képbe a vizetet jobban, illetve nem árt, hogyha itt van a testület ülésén, hogy egy ilyen döntésre születtek testület ülésen. Még egy elhelyetre, bocsánat, járási hivatal, vagy kormányhivatal létre, itt voltak annak, különösen, hogy a kormányhivatalnak a vezetője. Hát, hogy talán tudjon róla meghívót elküldeni neki. Hát a kötelező akkor. Ez is van egy Én magam részem is azt javaslom, hogy vágatlanul kerüljön feltéve a testületi anyag. Az egy más dolog, hogyha most éppen szemben azt érdemes. Nyilván nem is véleményeket gondolom, hogy üresi árat, technikai zűzre vagyok. Én a magam részéről a 12. oldal 34. szakasz javaslom kivenni. Ha viszont nem veszük ki, akkor le kellene mondani, például az igazolatlan távollét mit jelent, milyen igazolt távollét, hogy ennek nyilván van egy közfőt ellenpólusa, és ki igazolhatja, hogy távol volt. Igazolatlanul. Tehát azt gondolom, hogy bele fogom menni egy olyan szabályozásba, amit problémákat fog esetleg felvetni. Én azt gondolom, hogy sokszor előfordul, bármilyen meg úgy lesz ütemezve a testületülés, sokszor előfordulhat, valaminek olyan halaszthatatlan tevékenysége van, a programja van, hogy nem tud elhalasztani. Én azt gondolom, hogy az adatállásokat jelzi, de akkor még nem lesz igazolt. Megkérhetően, hogy nem tudja jelezni. Tehát ez az igazolt távolít, meg igazatlan távolít, de még egyszer úgy én nem igazán látom. Meghatározva. Illetve, ha jobb az információim, akkor a 13. oldalon, a 20-as pontban van egy olyan, hogy roma nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés szabályai, ha jó volt feltéve a honlapra, akkor őket úgy hívják, ha helyéről beszélünk, hogy roma települési nemzetiségi önkormányzat. Választáskontról így volt feltéve. Roma települési nemzetiségi önkormányzat. Illetve, akkor, hogyha legyen teljes, akkor meg kellene mondani, hogy mikor létrehozható ez a rendelet. A kihirdetéssel, akkor kihirdetéssel, és a hatályát veszteni, amíg küldessük fel, akkor a régi SMS-t, hogy akármilyen rendelettel, többször módosított akármilyen rendelettel, azt kell hatályozni, a rendeletet kell hatályozni, hogy az összes módosítást felsorolni. Van-e még valakinek hozzászólni valója? Ha nincs, akkor elég sok javaslat érkezett. Itt ugye ez jó volt korrekciójától kezdve többektől. Nem tudom, hogy az elhangzott kiegészítésekkel, javaslatokkal valakinek van-e észrevétele, mert ha nem, akkor én ezt úgy egybe szavaztatnám, mert úgy láttam, hogy szinte mindegyik észrevétel olyan volt, amelyre elég sűrű bólogatással reagált a verbálisan a testület, hogy van-e, aki akar hozzászólni esetleg valamelyik javaslattal, változtatással,
Ez a 30 éves paragrafus, akkor most ki lesz fejében? Hát azt mondta, hogy az úr azt javasolta, hogy vegyük ki, és akkor ez úgy el van intézve azzal. És akkor nekem még egy javaslatom lenne, hogy ha ez megszületik, akkor ha tényleg ezt megkapnánk előtt egyszer, akkor az nem baj, ha van egy SMS, ami hatályos, meg minden a helyén van, és esetleg látunk, rá lehet nézni. Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy a kiadott anyag a elhangzott kiegészítésekkel, javaslatokkal, ki az, aki egyetért az SMS módosításával, észfeltartással jelezze. Mind a két bizottsági tagok, igen. Tartózkodott-e valaki? Ellenszavazott-e valaki? Köszönöm szépen, megállítom, hogy a két bizottság egyhangúan elfogadta az SMS módosítását, és támogatja a képviselőtestület felé elfogadását. A második napi rendi pont, előterjesztés Nyíltenekváros önkormányzata és a Nyíltenzor Non-Profit Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalására. A anyagból kiderül a Belegrádi óvoda bővítése, illetve felújítása, nem tudom, hogy kell szépen mondani. Nekem van egy olyan kérdés, ami a következő napi rendi ponttal lesz szorosan összefügg. És van-e hozzászólás, előterjesztésből eléggé világos, hogy 8,8 millió visszanem érintető támogatás, 466.751 forint önrész mellett, óvodai félőhelyek, bővítések, biztosító, beruházás, rakodjuk most szerződést. Van-e ehhez hozzáfűzni valója bárkinek? Szerintem tárgyaljuk egy napit. Az irányi pontot, nem tudom, többiek mit szólnak hozzá, előbb lazán céloztam erre, jó? Hiszen itt egy a volt tornaszoba rekonstrukciójáról is szó van, mert hát nyilván egyben fog ez zajlani. És ugye itt az a kérés, hogy 2015-ös költségvetésbe ezt a rekonstrukciót bele kell helyezni, mert ebben talán nincsen benne. Ugye? Ugye. Tehát ez azért most egy ülésben fog ez valószínűleg zajlani. Tehát akkor ehhez a két napi rendi ponthoz, és összemond napi rendi ponthoz van-e valakinek megjegyzése, hozzátűzni valója a szerződését, illetve az, hogy szerepeljen ez a rekonstrukciós munka a jövő évi költségvetésben. Esetleg azt tudjuk, hogy mindig a Volt el már egy voltoknak rendezésen tapogat hozzá, tehát ilyen 7-8 millió forint körülbelül összeg. Ezért azt hozzátenném, hogy ezt nyilván nem csak a következő évi szabályozás fogja nekünk úgymond kötelezővé tenni, hanem ennek a pályázatnak az egyik alapfeltétel az volt, hogy az óvoda tornaszobával rendelkezzen. Tehát ennek nekünk meg kell felelnünk. Erre mi kötelezettséget is vállaltunk, tehát azt gondolom, hogy nekünk meg kell majd tennünk. Egyéb hozzászólás, Laci? Mennyi a véleményem erről? Hogy így már ez a lehető, nem is nekem szép kicsit csúnyult a pályázat. Hát akkor egy 50%-os önrészen működik pályázat, hogy van az önrész nélkül. Van egy minimális rész. Tehát nem 50%, csak gondolom az élethoztam itt. Igen? Laci, másik? Azt javaslom, hogy nyilván tárgyalhatjuk együtt a napi rendet, két külön témáról van szó, van egy pályázat, ez nekünk be van rendezve a dolga,
van egy meglévő torna szobánk, ami torna szoba, ami a mellékhelyiségeket jelenti, és ezt kellene bővíteni. Azért nem tettük itt most, nem nevesítettük pénzügyileg, hogy ez mennyibe kerül, nyilván van rá költségvetésünk. Van elképzelés arra, hogy ennek a forrás oldala is hogyan áll össze. Ezért van így beleírva ebbe a más, úgymond második papírunkba. A dolog nyilván bizonyos megtakarítások, tehát van rá elképzelés, miután a pályázatban ugye van egy vállalás, hogy ezt rendezni kell. Azt gondolom, hogy itt a elműtöltést kell meghozni, és mind a közöket is elkészül, akkor ezt a részben is abban, hogy van rá rajz minden, tehát ez elő van készítve. Amit azt mondanak, hogy nyilván van valami igazság. Két különböző dolog, de egyben lehet tárgyalni, mert külön szavazunk róla. Tehát van-e valakinek még megjegyzése? Tehát akkor feltenném a kérdést a második lapjelenéval kapcsolatban, a Nyíltelszónnal kötődő vállalkozási szerződéssel, aki egyetért és a testület elé támogatandónak tartja, az készben tartással jelezze. Tartózkodott-e valaki? Ellenszavazat nem volt. Megállapítom, hogy egyhangúan támogatja az előterjesztést mindkét bizottság, és a már megtárgyalt harmadik nap illeti ponttal kapcsolatban pedig, hogy igazából ezt az elvi döntést, hogy a polgármester úr részleteiben foglalkozzon ezzel a lerobbant állapotú tornaszoba rekonstruálásával, és helyezze bele a 2015-ös költségvetésbe, amit aztán vagy elfogadunk, vagy nem, tehát én gondolom erről van szó. Ezzel kapcsolatban ki az a, ezt az előterjesztést ki az, aki így támogatja részéről. Ellenszavazat volt, tartózkodás, mindkét bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést, a elvitetést a tornaszoba felújítására. Negyedik napi rendünk van. Előterjesztés az Auris Clean Kft-vel kötött együttműködési keretszerződés felbontására. Az anyag szerintem világosan tartalmazza, hogy milyen szerződésről van itt szó, mikor köthetett. Egyértelmű, hogy a szerződés ugye 5-ös pontja 90 napos határidővel indoklás nélküli felmondás tesz lehetővé, és javasolják az előterjesztés is javasolja a szerződés felmondását, gondolom, hogy jövőben ezt máshogy kívánja mondja az önkormányzatnak oldani. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, az szavazzon. Jó. Ellenszavazat volt-e, tartózkodás volt-e? Nem volt egyhangúan, de javas támogatta a szerződés, keretszerződés felbontását. Egy kicsit szeretnék ezen a képen színezni. Mert hogy van egy keretszerződés, ami keretszerződés leírja pontosan, az csak azért, mert ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik, hogyha valamilyen konkrét ügyben igénybe veszük ezt a szolgáltatást, akkor ahhoz bizony egy konkrét szerződést kell kötni. Gondolom, ha van egy konkrét szerződés, annak van egy konkrét sikerdíja. Most én azért kérdezek, mert én még nem voltam itt az előző körben. Azt szeretném tudni, hogy itt az óvoda esetében történt-e ilyen konkrét szerződés, illetve nem azok óvoda, hanem a körökszáll soros rendelő esetében történt-e ilyen konkrét szerződés kötés. Nem történt, mert persze azt mondja, hogy jó. Nagyszerű, nem történt, és én utána is néztem a képviselő testület anyagukban, hogy itt volt egy határozat, amelyben ez az Aurus Clean Kft. Le is mondta erről. És meg is szavazták, és egyhangúan. Csak ez azért érdekes, mert az önkormányzat levélben kapott tegnap egy számlát. Az Aurus Clean Kft-től, hát most
nem mondom a részteket, de 3,6 millió nagyságrendben, hogy ő erre a keret szerződésre hivatkozva szeretné ezt a pénzt tőlünk. Csak a keret szerződésre hivatkozik, nem konkrét. Hát ennyi, amit kaptunk, tehát a keret szerződéshez hozzá van egy csatolás, egy későjében számlat, hogy fizessünk ennyi. Itt most abban a szerencsés helyben vagyunk, hogy a Gyuri képviselőnk is itt van, és akkor már is felszeretnénk majd kérni, hogy akkor ennek szogilag nézzünk utána, hogy ez jogos-e ez a követelés, vagy nem. Nem most, hanem a további jövőben. Csak ennyivel szerettem volna kiegészíteni, hogy mi is azért egy más koncepciót mondjuk el a továbbiakban. Jó? Lehet erről valamit? Nincs lehet erről mondani valamit? Igen. És emlékeim nem is annak, ugye polgármester volt polgármesterünk, a polgármester volt, nem tettek a pénzzel, nem is én nem tudom. A keretszerződés alapján ez volt az a pályázat, ugye, ahol vagy ez volt az a keretszerződés. A keretszerződésben van rögzítve az, hogy figyeli a pályázatot, azért nem kért. Megírja a pályázatot, főszabályként ezért meg csak akkor jár neki pénz, ha nyer, és a projektmenedzsmenti tevékenységet is ellátja. Na most ehhez képest, hogy egyedi szerződés nem volt kötve, attól még elvileg szóba jöhetne a teljesítés, ha szóban köztetett volna ilyen szerződés. De én itt voltam azon a testületülésen, ahol a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására tehát javaslatot tárgyalatuk, és még ott ül, és ő is megszavazta, úgymond. Ez itt van, és nekem azért furcsa ez a dolog, mert... Na most én ezt nem tudtam ezt egyetlen, és megszavazta, hogy más igen, akkor itt nem. Csinálja. Itt meg mégis. Én ezt azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy ebben az esetben, hogy ez simán világok való a tartás, ha ő képviselője volt, akkor annak a cégnek meg kell nézni azt egyébként. Képviselője volt előadat a cégnek, akire akkor volt a tárgy szerződés, a közbelit át lett írogatva itt, tehát ahhoz mindenképpen kellene egy régi szerződés, az alap, egy szerződés, annak a módosítása, amelyet szerelme testületi folyamatot, megnézni a cégnek a teljesítményt, ki volt a képviselő, illetve ha a keretszerződés van, amely egyedi szerződést kell kötni, hát kapcsolatban lehet, hogy írni, de lehet, hogy a csatornát az a egyedi szerződést, ami szerepel a keretszerződésben, mert a mi tudomásunk szerint ilyen szerződésen kötelezett. Olvasok egy kicsit, szerződőfelek jelen keretszerződés alapján a konkrét ügyekben külön szerződést kötnek. Erről beszélek. Tehát erre hivatkozva egy szerződést már lehet nekünk küldeni, hogy szerintünk ilyen szerződést nem kötetett a keretszerződés ilyen-ilyen pontja alapján. Egyébként, hogyha úgy mondja, hogy igen, akkor csak volt. És egyébként, ehhez viszont nem igazán az elhető ember, nem szabad befogadni ezt a számlát, viszont már ki küldeni gazdasági szakember bevonásával, kapcsolatból vissza. De ha befogadtuk, akkor annak már lehet következménye. Nincs. Hát lett vége. Ha nem tért igényesen jött. Jegyzünk. Fizikálisan itt van, nálunk a szállítás. Ugye? Fizikálisan itt van. Szállítanunkról. Programtől ismertett. Tehát akkor nyilván nem mondjuk az utasodat tér ide, mint. Nyilván ne küldte. Én azt mondom, hogy nem tudom befogadni, ahhoz már szerintem az külséges. Visszatudnának. Megalapítottanak tartja. És hogyha a jutunk, a szerződésen. De hogy most szerintem egyeztetjük, és egy rövid leckével úgy vissza neki. Nem kértünk semmit. Hát ezt majd még cizellálni szerintem, jogi részével ezek pontosan a dolgokat, hogy is legyen. Illetve még említettem, volt egy olyan felvetés, ezt elfelejtettem mondani, hogy ugye régen volt már ez. Felvetődött, hogy ha esetleg a testület úgy dönt, ha valami tényleg csinált ott, és ki tudja, hogy nem tudom, mi volt itt mögöttem, hogy lehet-e azt mondani neki, hogy egy jogalap nélküli gazdagodás szabályaira tekintettel, amennyire megírnak egy ilyen pályázatot.
ugye felvetődött, de végül ebben döntés nem született, hogy abban maradtunk, hogy csináljon egy előterjesztéssel ezzel kapcsolatban, és nem csinált. Tehát lehet akár még ebben is mozogni, ha azt mondjuk, hogy azt mondja a testület, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogalmam nincs, amennyi ilyet csinálnak egy ilyen pályázatot, hogy egy ilyen összeget megajánlom neki, amennyi ilyet csinálnak. Tehát, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester által ismertetett számla és levél... Te javaslattal szólt, hogy hát támogassuk, tehát az elnöki javaslattal. Igen, hogy megint csak azt kell, hogy nem támogassuk. Ez a baj, hogy nem tudom tudni, miről szabadunk. Tehát ennek a számlának, hogy ne fizessük ki ezt a számlát, azt a bizottság tagjai közül ki támogatja, hogy ne fizessük ki. Jó? Tartózkodik-e valaki? Ki az, aki azt mondja, hogy igen, ezt nekünk ez alapján, a keresztszerződés alapján ki kell fizetnünk, mindenféle megvizsgálás nélkül, jó, nem történt ilyen, és akkor a továbbiakban pedig akkor nyilván itt a jogi szakemberek megteszik a szükséges lépéseket. Tovább mennénk az ötödik napirendi pontra, döntés a fogorvosi feladatok ellátásáról. Székely Zsuzsa kolléganőnk elérkezett egy nyilván a közeli állapotba, és úgy néz ki, hogy már csak a magánpraxisára fog élni. És a Békésüdián, Nádasdinél Békésüdián a megfelelő végzettségekkel rendelkező kolléganőnek kívánja átadni a praxisát, a praxis jogot. Ahogy látom, a feladatellátási szerződésnek egy tervezete már meg is született az új doktornővel. Ezt végignézve megfelel annak, ami az új önkormányzati törvény írt elő, valamint benne vannak azok a mondhatom ajánlások, amiket az orvosi kamara is az önkormányzatok felé tett, tehát én ezt egy korrekt szerződésnek tartom mindkét fél részéről, és akkor most ez előszerződés, bocsánat, előszerződés. De akkor az előtaggal kiegészítem. Ez egy személyi nevényem szerint ez egy rendben az a szerződés. Van-e valakinek hozzá tűzni valójában Sándor? Szerintem egy elírást történjük mindjárt az első. Ja, igen. Hát ő csak egy előszerződés. És olvastam azt, hogy ez csak a lényeg. Van-e még hozzáfűzni való? Nyilvánvalóan egy. Bocsánat. Kérdezni, hogy vannak elég sok gazdolgok, amit eszközök, hogy átékozik, hogy tudod leszélni, nem fogjuk átalnak el. Szerintem, tehát ő biztosan nem eladja neki, hiszen nem is kap ATS engedélyt az új doktornő, hogyha ami nem felel meg a minimum feltételeknek, tehát muszáj mindenféle tárgyi eszközben megfelelni az
súlyoktól, hogy nem az önkormányzat, az ANTSZ által támasztott feltételeknek. Igen, hogy nem végén hoztunk egy olyan döntést, hogy magára emeléssel kapcsolatban a heti két órát, hogy mennyit két órát. Most az is megtalálik. Erről ez nem szóval. Ez az egyik határozott idejét. December 31-ig. Napirendel kapcsolatban, ha nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy aki ezt az előterjesztést, ennek az előszerződésnek a megkötését, az új doktor nővel támogatja, az készfenntartással jelezze. Ki tartózkodik, ki szavazott ellene, egyhangúan támogatja mindkét bizottságot, képviselőtestületet. A következő napirendi pont előterjesztés a polgármesteri tisztség megszűnésével kapcsolatos juttatások megtárgyalására. Az anyagban konkrét számok, konkrét megjegyzésekkel szerepelnek, van-e valakinek ehhez hozzászólni, hozzáfűzni valója. Megjegyzése. Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a napirendi pontot. Aki egyetért a polgármesteri tisztség megszűnésével kapcsolatos juttatásokkal, amik az előterjesztésben szerepelnek, és ezt javasolja a képviselőtestület felé megtárgyalása, az készfenntartással jelezze. Tartózkodott-e valaki? Ellen szavazott-e valaki? Egyhangúan támogatta mindkét bizottság. A tiszti pontot egyebek között esetleg van-e, ami felmerült? A karácsonyi csapat azt mondta, hogy valahol válasz erre. De igen, bocsánat, a karácsonyi csapat. Úgyhogy minden évben elé kerül ez a napirendi pont, ez a figyelmesség a 70 éveket, 70 életéjüket már betöltött érteleki polgárokkal szemben. Tervezett értékén 780 fő, és nem tudom, hogy akkor fel is tenném a kérdés, hogy abban, hogy végül is ezt ki bonyolítja le, melyik cég, azt azt szoktuk dönteni, vagy egyben szoktuk dönteni. Mert itt nem látom azt, hogy lenne utalásom. Esetleg akkor egyrészt az anyaggal kapcsolatban már még vélemény, másrészt azzal, hogy ki legyen a lebonyolító, aki ezt szolgáltatja. Próbáltunk az elmúlt években, vitatkoztunk is erről, hogy szerint véleményem szerint a kóp az korrekten és megfelelő logisztikával tudta ezt biztosítani. Tehát én javaslom változatlanul a Szabolcskó Zrt-t. Akik tényleg abszolút precízen bonyolítják már évek óta. Van-e még valakinek megjegyzése? Doktornő? Bocsánat. Más téma, de mégis a maihoz kapcsolódó. Nem volt ugyan még bizottságülésünk, úgyhogy nem tudtunk ide előterjesztéssel jönni. Ezért csak kérdést tennék fel két dolgot. Az egyik, hogy van-e Nyíltelek városnak név használatra vonatkozó rendelkezés?
Ja, bocsánat, azért, igen. Figyelj már, itt most én ezzel kapcsolatban kérdezem. Utána majd még az egyenekben még esetleg. Ezzel a karácsonyi csomaggal kapcsolatban van-e megjegyzés? Van megjegyzés? Vagy nem tudom. Szándék. Érdeklődött. Igen, és én azt szeretném megkérdezni, hogy a körülbelülnek a kiszállítása az mikor történne el? Valamint december 15-es jelenéhez fogunk szervezés, és ugyanaz lenne a kérdező volt. Tehát a karácsony, hogy mindig, igen, de december első felében legkésőbb. Van-e még akkor ezzel a karácsonyi csomaggal bárkinek megjegyzésre, kérdése? Ha nem, nincs, akkor szavaztatom, a előterjesztés sem kiírt egyet, azzal a kiegészítéssel, hogy egyben bízzuk meg a Szabolcs.hu.pl-t a lebonyolítással, a kiszállítással, kicsomagolással, illetve a hirtelekre való kiutatással és a kiszerelésével. Aki ezzel egyetért, készfeltartással jelezze. Tartózkodott-e valami? Ellenszavazat volt, de megálltani a bizottság egyhangúan, mindkét bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést a képviselőtestület felé. Az egyebekben van-e még valakinek megjelenni? Igen. Tehát nyilván beszélgettünk bizottsági tagokkal, és ilyen merült fel, hogy van szabályozva ezt, hogy ki és hogyan használhatja a Nyírkelek város nevét. Mert nagyon sok városnak van ilyen rendelete. Ez vonatkozik nyilván gazdasági társaságokra, ahol kellő méltóan képviselje a város nevét egy gazdasági társaság, és engedélyt kellene ahhoz kérni, hogy valaki használja. Ez az egyik kérdés, ami felmerül. A másik kérdés meg szorosan ehhez kapcsolódik. Ugye most az eszemben elfogadtuk azt, hogy a fórum, illetve a média tekintetében a hivatalos város honlapja és a Nyírkelek újság. És ez nyilván az önkormányzat, illetve a képviselőtestület szabjának, hogy erre mi kerüljön. Ugye van ez a közkedvelt információs portál, ez a Facebook, ami, ha jól tudom, hivatalosan a AMK-nak van, szóval a gyakorlatilag az életes megnézhetőt. És akkor ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy beszéljük már meg, hogy a város vélte magánszemély honlapot a rakétáképpel lehet-e így működtetni. Kellene még ezzel a Facebook dologgal foglalkozni. Kellően méltó el, hogy egy önkormányzat a Facebookon magáról híreket adjon, vagy sem. Tehát ilyen kérdések merültek fel. Én azért teszem fel ezt kérdésként, mert nem beszéltünk csak nem hivatalosan erről erről előterjesztést hozni. Én úgy gondolom, hogy nem is a bizottságnak kell, hanem ezt úgy, ha most elindultunk, ezt úgy egyszer is mindent volna tegyük már ennek, hogy mit képviseljen a képviselőtestület.
kell egy ilyen közösségi portálon képviseltetni magunkat. Képviseltetjük? Hát ha névileg. Tehát ha van egy ilyen honlap, hogy város emberek, akkor ez megtévesztő. Igen. De ki kérdik a honlapot? Hát ez az, hogy nem az önkormányzatnak, hanem egy magánszemély, aki ide lesz el. De van Nyíltenek város is, tudomásom szerint. Én nem vagyok a Facebookon, csak van Nyíltenek város. Van Nyíltenek város. Az a címerre. Hogy ezt... Csak az nem működik. Viszont ha már egyszer valannak működik el, ezt tegyük már, mint ahogy működik a rendezvények Facebook lapja. Ehhez, ehhez van-e valakinek hozzászólni valamit a doktori munkat? Biztos, hogy manapság a Facebook egy nagyon fontos média oldal lett, ezt tudomásuk kell venni. És ez valóban, amit felvetett a Rikó, ez már sokakban megkeresztik tűnik is, mert azonosítják a Nyíltenek várossal. És az ott megjelenő információk pedig esetleg, bár lehet, hogy kötődnek a városhoz, de nem egyetlen a város információi. Tehát ez tényleg érdemes lenne, ha nem is hozunk most döntést, de elindítani ezt a gondolkodást, mert a Facebook mondom, ez betört hozzánk, és ez biztos, hogy ezt csinálnunk is kell, és amit mondhatottok túl, hogy ha már van egy rendes Facebook oldalunk Nyíltenek városon, akkor azt pedig gondozni kellene, mert nagyon sokan nem szeretnek információt, és ez fontos forrás. Tehát nagyon egyetértek és nagyon támogatom, hogy ezt tisztázni kell ezt a honlap, vagy ezt a forrásnak a címét, valamint be kell szállnunk, hogy menjek a másikra. Én azt javaslom, hogy a következőre készüljük az Akkor ezt a felvetést azért szavaztassuk meg, hogy a következő testületre jöjjön be erről egy anyag, amiben szerintem részben a név használ a jogát, mert azért az sem lényegtelen, hogy Nyíltenek szót, vagy akár egy Nyíltenek város kifejezést, azt kihasználhatja ezt? Vagy esetleg ehhez engedélyt kell kérni. Igen, bárki gondolom, ha engedélyt adunk, nyilván, mert olyan szándék, amihez odaadjuk a nevünket, bármint mint település, illetve azt, hogy akkor ezzel a város Facebook oldalával, a karbantartásával foglalkozunk, ne foglalkozunk, ha igen, ki a felelős érte, mint kell, hogy szerepeljenek rajta. Aki ezt a javaslatot támogatja egyebek között a testület, a bizottsági tagok részéről, az kézfenntartással jelezze. Tartózkodott-e valaki, ellenszavazott-e valaki, megállapítottam, hogy egyhangúan javasoljuk a testület felé. Van-e még valakinek az egyebek között esetleg? Neked még lenne? Mindenki úgyis már az önkormányzatba adásra került, meg is nyertük, és ennek következtében ez a TIOP projekt meg fog valósulni, viszont ebben változások vannak. Szerintem jó változások, személyváltozások és pénzügyi változások, ezt én csak tájékoztató jelleggel szeretném elmondani. A pénzügyi változások azok annyiból módosultak, hogy egy ilyen átrendeződés történt, ami a személyi kiadásokat érinti főként, és a projektmenedzsmenti díjakat. Ebből 8,3 millió került visszavonásra, tehát tulajdonképpen ez ennyivel csökkent, viszont ez, a 8,3 millió, ez nagy részt eszközbeszerzésre került átcsoportosításra. Én azt gondolom, hogy ez az önó részéről nagyon-nagyon jó dolog, mert egy élhetőbb, egy jobban használható intézmény lesz ezáltal. Ennek a projektnek a szakmai vezetője akkor most még is van, Zajder Katalin lesz, és itt visszatérve a négyes pontra, és azt hiszem, mondom szándékosan a négyes pontot, tehát ehhez kapcsolódóan itt a projektmenedzsment is változik, tehát Németh Gabriel helyett Balogh Zsuzsanna lesz, Sinka Györgyné helyett Galambosné Kató Katalin, és Kovács, vagy Kató Hajnak, igen, és Kovács Judit helyett pedig Magyar László
lesz, tehát itt a projektmenedzsmenten is változtatunk azért, hogy ez a pályázat határidőre kivitelezhető legyen, és ez valóban a használt szolgálni ételek városnak ne pedig problémát jelentsen ennek a megoldása. Mivel ez egy időtös pályázat, és a döntéshozatal is egy időtöt illeti meg, ez gondolom, hogy tájékoztatás, és tudomásra adjunk véleményt. Tudomásról veszük a tájékoztatást, esetleg ha valakinek van véleménye, megjegyzéssel. Említjük, hogy elnök úr, sajnos nem az ügyel kapcsolatos, egy tárgyalással, bírósági tárgyalással be kellene élnem, úgyhogy én elvállalom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bizonyára csak a ez a szám nem megy el, hanem is a beruházás nem valósítva, hogy beruházója mi területünkön. Most már eszközöket is fognak vásárolni, de eltörik, hogy kihéz. Hát a továbbiak ott kellene rendezni, tehát azt mondta akkor a nagyon Laci, hogy lesz kötve egy szerződés, megkötve? Gyakorlatilag még ugye nincs meg a nincs alá itt szerződés, ezzel felhatalmasan készül a szerződés, és a nyilván megkérdezettes. Tehát gyakorlatilag az ingatlan tulajdonok átfeszültelen rendezni kell, a lehet legyen egy tulajdonunk, illetve lesz kötve tulajdonok is rendezni kell, nyilván az nem lehet, hogy szerintem az is a mi tulajdonunkba kerül. De az a szerződés nem lehet megkötve. De azért nem lett megkötve, mert még nem szerződés sincs aláírva. Tehát nem jelen készítés. Evidenciálod, hogy az arányából, hogy minden ügyelkás az. Jó, akkor tudomásról vettük. Örülünk a tárcsoportosításnak, személy szerint én különösen. Az egészségügyi szoba is gazdagodik vele. Mármint a sok otthonában. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban, vagy mással kapcsolatban, Gábor? Mással kapcsolatban, ugye, ha már a médiára ilyen sok szó esett, mindenkinek küldtem egy e-mailt. Arról tudomásul veszünk. Jó, bocsánat akkor, okay. Mert azt hittem, hogy a tudomásul vétel, ez csak így ennyi lesz. Akkor a tudomásul veszük az előző tájékoztatást az idősek otthon pályázatáról, felújításáról, hogy ezt is pályázatáról, és azt, amit a Skolázó képviselőtársunk mondott, a kötendő szerződésekről, aki ezt úgy érzi, hogy tudomásul veszi, az kézfeltartással jelezze. Van-e, aki ellen nem veszi tudomásul, tartózkodik? Jó. Köszönöm szépen, Kátor. Köszönöm, Kátor. Már a médiáról ilyen sok szó esett, és a múltkor elküldtem ugye mindenkinek egy e-mailt, hogy 10 éves a város jövőre, és ezzel kapcsolatban készült egy logó. Néhányan visszajeleztek, hogy megfelelően nem, hogy mit kell rajta javítani, és hogy ezzel kapcsolatban várnék esetleg véleményeket, hogy ez a logó helytáll-e arra, hogy az önkormányzat által alakított újságunkra ugye rátegyük jövőre, mint ahogy tettük azt a 800 évesen, illetve hogy egyes rendezvények kapcsán a szórólatban szórólatban megjelenjen ez a logó. Ezzel kapcsolatban van-e megjegyzés, vagy megtettétek Gábor felé e-mailben a megjegyzést? Szóban. Szerintem ez egy teljesen jó ötlet. Viszont én azt gondolom, hogy érdemes lenne azon elgondolkodni, amit Nyíregyháza is csinált, hogy az intézményeknek, műtereknek csinálni egy saját logót, amit mindig használhat. Tehát egy saját arculatot kialakítani, akár a KFT-nek, akár az óvodáknak, akár az önkormányzatnak, tehát valami kis konfliktus. Ez az egyik, és az a másik az pedig, hogy nyilván a városnak környékén ez a 10 évesség, ez akkor kicsúcsosodni, gondolom én. Hát igen, de hogy ettől függetlenül az egész évben lehetne szerintem használni. Jó, ez rendben van, csak én nekem meg az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy 2 évvel ezelőtt 800 éves volt. És akkor ugye ezt a dolgot ezt így végigvittük. Tehát olyan évforduló, és akkor most megint visszajön ugyanaz. Csak most a 10-zel.
Tehát én azt gondolom, hogy a 10-re az nagyon-nagyon jó, ez nagyon-nagyon szép, ez nagyon-nagyon látványos lehet, hogyha a városnapra teszünk egy nagy ünnepet. Tehát én úgy gondolom, mint a gyerekeknél, hát ha minden nap születésnapja van, akkor az egyre nem nagy ünnep. Ha egyszer egy nagy, akkor az viszont igen, az úgy látványosabb lehet, hogy jobban várják. Tehát, hogy ne csépelődjön el ez a 10 évesség. De ez pusztán egy vélemény. Az egyik oldala lesz, hogy ne csépelődjön el talán, a másik az, hogy viszont kellően tudatosítani is kell, ami nem biztos, hogy egyszerre átmegy, hogy azt tudják, hogy itt van valami nagy esemény, meg nagyon jól érezték magukat, csak nem biztos, hogy át is megy, hogy hoppá, hát már 10 éve, hogy repül az idő. Tehát itt azért kell, hogy egy a lakosságban tudatosuljon is ez, hogy egyrészt az, hogy ez egy 2 évvel ezelőtt, hogy ez egy történelmi, régi hagyományokkal, 800 éve itt lévő település, más pedig hát egy fiatal város, ami már 10 éves, tehát ennek még viszont idő kell. Tehát lehet, hogy ezen esetleg a másik bizottság kicsit gondolkodhatna, és akkor valami a vasatestület felé. De esetre a logóval szemben, amit feltettél kérdést, azzal nem volt ellenvetés, tehát szerintünk maradnak. Egyet lehetett választani, de nem rossz, tehát én is jegyezzek már meg valamit. Jó, tehát erről, hogy most mégis milyen szerkezete legyen, ennek szerintem még el lehet vitatkozni, akár bizottsági szinten is sem lesz. Tényleg, már megmondom. Akkor erről a logó dologról bizottsági szinten vegyük tudomásul, hogy távol, igen, hogy láttátok e-mailben, és akkor én azt javaslom, hogy ha már belemegyünk egy ilyen dologba, akkor amit a polgármester úr javasol, kezeljük ezt egységesen. Én azt nagyon érdekesnek tartom, hogy a népterszolnak, intézményeknek legyen egy ilyen dologba, és akkor egyben jöjjön vissza. Akinek nincs öt, igaz, gondolik. Bizottsági, igen, és akkor, tehát javaslom azt, hogy először ezt tárgyalja már meg, és ennek a fényében, amilyen javaslatok itt elhangzottak. Aki ezt támogatja, az észfeltartással jár vissza. Tartózkodott-e valaki, ellenszavazott-e valaki? Egy hangunkat. Van-e még valami az egyebekhez? Amit úgy gondoltok? Nincs? Akkor én a bizottsági tagoknak megköszönöm a tagokat, aktív hozzászólásokat és a bizottsági ülésekre bezárom. Jó, hát ez a kevés ember talán, amíg egy lesz. Igen? Mindenki lesz.
tartani a végig. Továbbra is rendezettek legyenek, illetve ha lehet, akkor még rendezettebbek legyenek egy kicsit. Ő fogja irányítani a pénzügyi irodát, adó is pénzügyi irodát. Nagyon különösen örülök, hogy egy tapasztalt kolléga került hozzánk, aki a mennyéről jött hozzánk, és már több évtizednyi munka tapasztalatlan mögött a pénzügyi területen. Úgyhogy reméljük, hogy azt, ami benne legyen, azt ki tudjuk tudni aktárni, és hasznosítani tudjuk majd. Ő lesz már mindig a pénzügyek tekintetében a testetüléseken jelen rendszeresen. Jó? Fogadják szeretettel. Rendben. Akkor visszaragadnám a szót. Az első előterjesztés a Nyílt Telekváros Önkormányzat képviselő testületének szervezés működési. A megjelenítés keretben a tényleges testületülés előtti szeretnék tájékoztatást kérni Anikótól, hogy nagyon nyilatkozott tételi kötelezettségnek, hogy mindenki eleget tette, ugyanis beszéltünk erről, és szerintem kérünk valahogy, hogy a megváltoztásról számít az 30 napon belül nagyon nyilatkozatot kell tenni, és aki ezt elmulasztja, nem gyakorolhatja mindaddig a képviselő testvérei tagságban elvédő valamit, hogy nem kezdve ezt a nyilatkozatot. És hallják a hatát. Nem csak azért, hogy polgári sem is ebben. Igen, így van, mindenki eleget tett nagyon nyilatkozatot a kötelezettségének. Ezt a bizottság áttárgyalta. Igen, a két bizottság együttes ülésén ezt elég részletesen megtárgyalta. Számos kiegészítés érkezett jegyző úr, illetve a képviselőtársak részéről, mely kiegészítéseket felvezettük, bejegyzeteltük a jegyzőkönyvbe, és ezekkel együtt javasolja mindkét bizottság egyhangúan a új SMS elfogadását a képviselőtestület felé. Tehát akkor én ezeket a javaslatokat befogadom, és az SMS-t így kérem, hogy a... Igen? Tessék! Csatlakoznék, hogy a magányos munkál
hogy gyakorlatilag a bizottságok megmennek a tovább, és megfelelően következő napirendi tárgyalban. Gondolkoztam ezen a videófelvétel készítés és felrakása honlapra című kérdésen. Elég érdekes mondunk, hogy kinézni majd itt a testület ülésünk, hogyha az lesz feltéve csak, hogy mindent dobszó nélkül és muzsikával megszavazunk, ebből eredetően is senki nem szól hozzá, mint a napirendhez. Ebből eredetően jutott eszembe, hogy nem kellene, amit itt a bizottságok javasoltak, ugyanazt a jegyzőkönyvet és videót a bizottság ülésről is feltenni a honlapra. Én azt gondolom, hogy indokolt lehet, hiszen furcsa egy testület leszünk, bizottságban is rendes érdemű munka folyik, és ami látszik majd a választónál, ezek minden megszavaznak. És senkinek nincs semmi véleménye. Ennek kapcsán javaslom, hogy azok a módosítások, amit itt elhangolom, illetve azok a rendelkezések, az eszemekről, ami elhangoltak a képviselőtestület ülési jegyzőkönyvével és a képviselőtestület üléséről készült videó és hangfelvételre, mindezek legyenek kiterjesztve a bizottság ülése része. Gyakorlatban ez úgy fog működni, mint legutóbb ez kialakult, gyakorlatban a képviselői munka úgy, mint bizottság ülése fog realizálódni. Meg is. Én is javaslok. Én azt gondolom, hogy ez egy jó javaslat. Jó, felhiszem akkor a kérdést, hogy ez így kiegészült SMS-t mindenki elfogadja és támogatja. Készfeltartásra kérem jelzik. Tartózkodás. Ellenvetés. Ebben akkor megállapítom az első napirendi pontot, és amikor a képviselőtestület elfogadta. Következő napirendi pont előterjesztés, nyíltelepváltás önkormányzás a Nyíltelepszon napozi tárgyével kötendő vállalkozási szerződés ügyében. Bizottságot megtárgyalták az imént, és a napirendi pontot egyértelműen elfogadásra javasolták. Javasolta mindkét bizottság a testület. Testület részéről valakinek ehhez még hozzáfűzni valója esetleg kiegészítésre? Nincsnek, veszem, akkor szeretném, ha ismételten készfeltartással jelentnék azt, hogy ezt a napirendi pontot támogatják. Rendben. Tartózkodás. Nincs. Ellenvetés. Most rendben van, megállapítom, hogy akkor a második napirendi pontot is egyhangulak a képviselőtestület elfogadja és támogatja. A harmadik napirendi pont a Nyírteleki Kastélykert Lohoda és Bölcsőde Belegrádi Tagóda tornaszoba rekonstrukciójának megtárgyalása és egy elvi döntés meghozatala. Ebben ezt az elvi döntést, hogy amiben a polgármesterről felhatalmazzuk, hogy költségvetésben készítsen egy tervezetet, ezt a bizottságok egy hangulat támogatták. Rendben, képviselőtestületnek ehhez véleménye, esetleg észrevétele nincs, akkor ezt is szavazásra bocsájtom képviselőtestület irányába. Készfeltartásra kérem a képviselőtestület, hogy jelezze, hogyha ezt a napirendi pontot támogat. Tartózkodás, ellenvetés, megállapítom a képviselőtestület. A napirendi pontot egyhangulat támogattam. Rendben. Tehát negyedik napirendi pont az Orosz Klinkánatével kötött együttműködési keretszerződés felmondása. Bizottság megtárgyalták és támogatják a szerződés 5-ös pontja alapján, 9 napos határidővel indoklás nélküli felmondását a szerződésnek. Rendben. Képviselőtestületnek véleménye ezzel kapcsolatban. Nincs, akkor szavazunk. Aki támogatja ennek a napirendi pontnak az elfogadását, készfeltartással jelezze. Tartózkodás, ellenvetés, napirendi pont, akkor egyhangulat
elfogadva. Döntés a fogorvosi feladatok ellátásáról. Bizottság között is átbeszélték. Szintén tárgyalták, támogatjuk az előszerződést, ezzel is elírásnak a korrekciót, jelenleg szeretném még benne. És bízunk az új doktornőre, hogy szép fogazata lesz. Aki egyébként nyíltelek irányába orientálódik, tehát valamilyen nyíltelekű kötődés lesz a második férje által, úgyhogy ez is egy viszonylagos garancia számunkra. A képviselőtestületnek ezzel kapcsolatban észrevétele. Semmi, akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja ennek a előszerződésnek a meghozatlan pillanat az ötös pontban előterjesztetteket, kézbetartásra jelezzek. Köszönöm. Tartózkodás, nincs ellenvetés, nincs képviselőtestület egyhangulat elfogadva. Következő a hatos, azt gondolom ez volt a legkevesebb probléma, előterjesztés a polgármesteri tisztség megszűnésével kapcsolatos juttatások megtárgyalására. A bizottságok rövid vita után egy hangúval javasolják a képviselőtestület számára. Rendben. Itt bejelentem érintettségemet. Elfogadom. Jó. Akkor képviselőtestületet megkérem abban, hogy ezt a hatos pontot kézbetartással, aki támogatja, az legyen szíves jelezze. Érintettség után nem kell. Tartózkodás, ellenvetés. Megállapítom, hogy egy hangot. Következő akkor pedig az egyebek. Az egyebekben pedig történt előterjesztés a 70 év felettiek karácsonyi ötlet csomaggal jutalmazására, ajándékozására, inkább igen. Ezt is megtárgyalta. Igen, megtárgyalta mindkét bizottság, és azzal a kiegészítéssel javasolja a testület elé elfogadásra, hogy a Szabolcs Kószéretével bonyolítsuk le ennek az egésznek a menetét. Bevásárlás, kiszállítás, logisztika, mármint értelemben kiszállítás és szerelés. És akkor képviselőtestület véleményét kérem ebben, támogatják ezt, aki támogatja, az kézbetartásra jelezze. Rendben. Tartózkodás, nincs ellenvetés, nincs rendben, akkor megállapítom, hogy képviselőtestület egy hangulat elfogadta, támogatja. Ugye az egyébként még az öregét napközis otthonával kapcsolatos pályázat tájékoztató jelleggel került a bizottságok elé. Itt tulajdonképpen... Tudomásul vették a bizottságok a tájékoztatást. A személyi változások és az anyagi átcsukások, orvosítás. Ebben az esetben nem kell szólalni. Rendben, akkor itt is megkérdezem a képviselőtestületet, hogy támogatja-e, kézbetartást kell. Rendben. Tartózkodás, ellenvetés, nincs. Rendben, megállapítom, hogy akkor egyhangul a képviselőtestület támogatta. Illetve még egy dolog. Rendben, akkor még. Hogy különböző rendben érkezett egy számla az önkormányzathoz, amit a bizottság szintén megvizsgált, és előre az a döntés született. Hogy a bizottságok, mindkét bizottság egyhangúan azt a döntést hozta, hogy a számla
a beérkezett számla ne kerüljön befogadásra, ne kerüljön kifizetésre, hanem a megfelelő jogi válasz irányában szülessen lépés az önkormányzat részéről. Ezzel kapcsolatban a képviselőtestületen véleménye, javaslata? Nincs, akkor mindenki ebben egyetért. Akkor megkérdezem a képviselőtestületet, hogy amit a bizottság javasolt, azt támogatja, készfeglátással jelezi. Rendben, támogatom. Ellenvetés, tartózkodás nem volt, akkor számára oldal is megviseljük. Még egy dolog. Nyilván a telkei. Ez is az egyebekben. Szeretnénk erre egy ilyen felhatalmazást kérni, mégpedig az, hogy most a telkek tulajdonképpen fel vannak értékelve, de ez a feltétel is már nem érvényes. Én azt szeretném, hogy ebben az ügyben történjen ezeknek meg a telkek árának a visszavonása, és szeretnék egy ilyen lehetőséget, hogy ezeknek a telkeknek az egyben történő felértékelésére én kapjak egy felhatalmazást, hogy ha esetleg ezt mi meg tudjuk oldani, hogy egyben történjen ennek meg az értékesítése, akkor ehhez legyen egy konkrét szám, ami alapján tudjuk azt mondani, hogy ez a telep, ez a telep csoport mennyit ér. Ezzel kapcsolatban a képviselőtestületnek. Jó, akkor kérem ebben a testületnek a felhatalmazását, aki ezt támogatja, készfeglátással jelezze. Köszönöm. Tartózkodás. Ellenvetés. Nincs. Egy hangulat a képviselőtestület. Rendben, még van egy. A hosszú bizottság Nyírtelek város névhasználatát akkor a következőekben meg fogja vizsgálni, és ezzel kapcsolatban várunk majd egy előterjesztést, és ezt fogjuk egységesíteni az elkövetkezőekben, hogy ki az, aki használhatja, ki az, aki nem, ez milyen feltételekhez van kötve, azért, hogy semmilyen megtévesztés Nyírtelek nevével fémjelezve ne kerülhessen ki, se a városban, se pedig a világban, hogyha lehet ilyet mondani, és akkor erről is szeretnék egy döntést, hogy ezt az ügyrendi bizottság tárgyalhassa, és majd visszakerüljön ide a testület elé. Igen? Elég fogadtuk el a SMS-t. Én el tudom képzelni, hogy ilyen rendelkezési SMS-szolgáltatásokat, hiszen ott szeretem a legelsősorban a önkormányzat neve, jelképeit, és akkor a négy használattal készítenem azt keresem az SMS-nek egy módosítás. Nyilván nem lehet, hogy ők elfogadni a szabályra közösség. És akkor nem tudom nálunk, hogy lehet. Jó. Legyen, akkor ez is vizsgáljanak, akkor vezetnek. Megyünk a világot megérjük. Rendben, akkor ebben kérem a testület támogatását, a kezdetben. Kaptál a tőle. Köszönöm. Jó, akkor tartózkodás, ellenvetés. Nem volt akkor a tehát az hogy akkor a képviselőtestület a mai napig állásolat ellátta, és még nem akarom az idején senkinek. Azt hiszem, nem volt a egyébként, hogy ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, és nem kibérsegett más, hogy a befallgatásra kerülök. Van egy olyan rendelkezés a bemőtérében, a tárcalankhoz szólhatod, hogy a megválasztásból számított 30 napon belül be kell jelentkezni az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott tartozásmentes adózói adatbázisra. Tehát megtörtént mindenkinek a fontos.
Felteszem a kérdést, megtörtént-e mindenki? Igen. Nem. Nekem azért van egy megjegyzésem, hogy én szeretném megkérni a jegyző urat, hogy ha ilyen változás történik, vagy valami rendelet, ami érinti a képviselő testületet, hogy szóljon már időben. Mert ugyan biztosan figyelni kellene nekünk minden, de nyilván nem ilyen területen dolgozunk, vagy aki minden területen dolgozik, annak elkerülni a figyelmét, és hogyha időben kapnánk róla tájékoztatást, akkor nagyon jól lenne. Ez úgy gondolom, hogy ez, aki ezeket a rendeleteket figyeli, az illető, tehát te biztosan napra készülni, tudod, hogy mikor jelenik meg. Mert ugyan megtettük ezt, de azért már kapni kellett. És ebben megköszönöm Maján László képviselőt, tartalmat a következésre a figyelmet, a Vésik Attilának, akit eljött a figyelmünket, hogy az utolsó pillanatban mindenkinek sikerült a csúszányolatban, hogy kérdés ugyanúgy fogom megjelölni. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm szépen mindenkinek a részletet. Szeretnék még egy-két mondatot szólni itt a képviselőtestületi ülés végén. Legelőször is, mivel az alakuló testületi ülésen nem tudtam részt venni, ugyanis már egy hónapja lefixált vizsgáztatási időpontom volt a Közszolgálati Egyetemen. Így utólag kormány megbízott úr és a saját nevemben is szeretnék gratulálni a választási eredményhez, és nagyon jó egészséget és jó munkát kívánni az elkövetkezendő 5 évre. Ami pedig azt, vagy annak magyarázatul szolgálhat, hogy én most testületi ülésen itt vagyok, hiszen néhány rendezvényen fordultam csak meg eddig, az a kormányzati szándék, hogy lehetőleg a járási hivatal vezetők, a járás területi illetékességébe tartozó önkormányzatok képviselőtestületi ülésein legyenek jelen minél többször. Mégpedig azért, mert itt egyáltalán nem a kormányhivatalnak a törvényességi felügyeleti oldalát kell nekünk képviselni, hiszen nem is ez a feladatunk, arra megvan a megfelelő forma, mint ahogy eddig is, jegyzőkönyvekből ezt a kollégák felülvizsgálják, és hogyha kell, akkor észrevételezik, ami szintén egy a törvényességi felügyeleti főosztály vezetőjét ismerve inkább jobbító és segítő szándékú, mint dolgálunk. De ami miatt én itt vagyok, az az, hogy formálisan és informálisan is segítsük a települési fejlődését, tehát a települések fejlődését. És ebben minden beleértendő, a pályázatoknak a segítésétől kezdve minden. És hát az az elvárás velünk, és ennek szívesen eleget is teszünk, hogy képviselőkkel, illetve polgármesterekkel tartsuk a kapcsolatot. Nyilván ez gyakorlatilag úgy működhet, hogyha települési képviselők valamit szeretnének megtudni, kérdezni, vagy segítséget kérni, akkor ez praktikusan polgármesterünkön keresztül történhet, de mivel jelen leszünk, ha nem is mindig én, a helyettesen a testületi üléseken, akkor akár közvetlenül is. Ennek már egyébként, ahol már megvoltak az úgynevezett második testületi ülések, van is hozadéka, pályázatnál tudunk informálisan segíteni, és egy-két ilyenekkel már elindult. Nem kell nagy dologra gondolni, és nem elsősorban a lobbizás, hanem az egyik településen az merült fel például, hogy át akarnak helyezni egy idősek otthonát egyik épületből a másikba, ami eddig ezt a célt szolgálta, oda egy más projekttel mást akarnak megvalósítani, de nem voltak biztosak benne, hogy az az épület, ahová áthelyezik, az meg fog elfelelni azoknak a követelményeknek, ami alapján egyáltalán pályázaton elindulhatnak. Ebben a szociális és gyámhivatalunk segítségét kérjük, természetesen nem előre politikolják, hogy ki fogják adni az épületre az engedélyt, de a pályázatot mindenképpen egy ilyen járási hivatalvezetői szervezéssel megtűzdelve segítséget nyújtunk abban, hogy egyáltalán érdemes-e arra az épületre költeni. Tehát bármilyen ilyen jellegű
kérdés vagy probléma van, akkor szívesen állunk a rendelkezésünkre, és hát nyilván nézőkkel meg tartva kapcsolatot. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna magyarázatul arra elmondani, hogy most itt vagyok, és vélhetően a jövőben gyakran meg fogjuk fordulni én vagy a helyettesen. Ezzel a képviselőtől tudjuk bezárni, de nem tudjuk, mert azt szeretném mondani, hogy kijöttünk egy ilyen gondolatot, legalábbis én, hogy a testületi üléseket én azt szeretném, ha kedden 17:30-tól lennének, és ha rendes testületi ülés, akkor ez mindig kedden 17:30-tól legyen, egy fix időpontban. Késő délután volt, 17:30-kor, és ez mindig fix legyen, igyekezünk mindig fixen keddi napra tenni, ez a képviselőknek abból a szempontból szerintem jobb lenne, hogy tudják azt, hogy keddi napok, nyilván nem minden kedden fogunk találkozni, de ha lehetőség van rá, akkor azt a keddi napra tennénk, és ugye most Szilárdnak el kellett menni egy tárgyalás miatt, és bárkinek lehet igen dolgozni, tehát lehet az, hogy akkor is ilyen gyorsan fogunk végezni, csak a nap végén. És akkor egy bizottsági elnök hozzászólhatok, hogy akkor viszont szerencsés lenne esetleg a bizottsági ülést elválasztani, és akkor nem jelentkezik az a probléma, hogy a testületi ülések csak így néznek ki, hanem akár előző nap leülhetnek a bizottságok egymással, bármint a tagjai egymással, és a javaslatot kettőnek is pedig közöttárják. Lesz egy hétvége, közben vagy fel lehet készülni. Ezen el lehetne gondolkodni, hogy elválasztani egymástól, hogy ebben is a dolgokat, hogy majd kialakul ez. Nekem lenne egy ilyen ötletem. Én azért tulajdonképpen azért javasoltam ezt a dolgot, hogy a bizottsági ülésre szerint feltéven, mert ugye ha így néz ki a testületi ülés, akkor azt az mondják, hogy mit üzlegenek ott jobban az asztalon, hogy van a véleményük. Na most a másik lehetőség, hogyha valakinek véleménye van, hogy elmondja a bizottsági ülésen, elmondja a testületi ülésen is, és akkor már az ember tudja folytatni az ő véleményét. Hát nem kell, én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül megismételni ugyanazokat a hozzászólásokat a testületi ülésen, vagy a bizottsági ülésen. Szerintem így képet a szerves egységet, de minden tovább mindig könnyen el tudom képzelni, hogy az különböző időpontban legyen. Most még én szeretnék el mondani, hogy János Kegó valamit, amit javasoltál. Lehet, hogy marhaság, de lehet, hogy lehet ezt még fokozni, továbbfejleszteni, de ha meg tudunk állapodni, beszélteni erről egyébként, esetleg abban, hogy amit össze lehet szedni, anyagot, mit tudom én, minden hónap, második kedje, vagy első kedje. És akkor kedves választóknak tudatába, ugye tudatáig eljut, hogyha a hónap első vagy második kedje van, akkor komoly esély van arra, hogy testületi ülés van. Mert ugye most beleteszik az újságba, előre nem nézzek, havonta jelenik meg az újság. Előre nem biztos, hogy tudok tudni, hogy mennyi el, hogy most megint a újság. Nem biztos, hogy tudjuk tájékoztatni, hogy mikor lesz testület ülés. Ha lehet egy ilyen rendszerességet kihozni ebből, hogy minden hónap első, második, amit a keddi napja az képviselő testületi ülés nap, és egyébként úgymond rendes képviselő testületi ülés van, ezekben az időpontokban biztos fog esetleg annyi feladat állulni, a testületi tájékoztatást megtárolni ilyen napirendet, és hát, hogyha ide szoknak a jó emberek testületi ülés. Én annak örülnék, hogyha azt kellene mondani, hogy nem itt tartjuk most már a testületi ülést, hanem a Liga-Jóban, mert akkor a érdeklődés. Mert ugye ez egy érdekes dolog, hogy nálunk nem igazán jön meg ide a választók, mert ha mi történik testületi ülés. Nem tudom, hogy mi a véleményetek elég. Lehet-e ezt így fokozni, amit a polgármester is? Elvileg lehet, én azt gondolom, hogy haladjunk lépésről lépésre, legyen az, hogy először kedd 17:30, és aztán meglátjuk, hogy ha az beáll, akkor utána tudunk ezen tovább fejleszteni. És az ide, hogy hozzá, akkor lehet.
Nem mondtad, de ezt nem Hát igen.